Az itt látható 2018-as felvétel arról tanúskodik, hogy milyen is az, amikor azt arhúzza le a vécét. Két vendégünk, apa és fia. A kék sarokban a magyar konzervativizmus nagyöregje, a kiváló tudós, a sokat látott diplomata és ekkori külügyminiszter, a hallatlanul kultúrált úriember, Jeszenszky Géza. Én sajnálom azt, hogyha a fiam, vagy akár bárki más beleköt, hogy úgy mondjam, egy másik nagyjából az ő korosztályához tartozó emberbe. A piros sarokban Jeszenszky Géza fia, Jeszenszky Zsolt, az 50 éves tinédzser, a turnébuszban szopató troll, Orbán Viktor rajongója. Én sajnálom, hogy, tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy szinten lejjebb van. Az öntudatos DJ, aki az apjának a lába nyomába sem ér, fölényeskedve oktatja ki a faterját arról, hogy az nem ért ahhoz, amiről a tévében beszél. Úgyhogy ha lehet, ne csináljon hülyét magából nyilvánosan. Az ember bizonyos dolgokhoz ért, és bizonyos dolgokhoz nem ért. Az sem baj, hogyha olyan dolgokról is beszél néha, amikhez nem különösebben ért, de és mindenkinek szuverén joga, hogyan és milyen módon bontja le a saját emléktábláját. Hiszen DJ Jeszi apja csak külügyminiszter volt, míg ő egyedülálló ütemben keverte a bakelit lemezeket. A trollkölyök megsemmisítően lekezelő és arrogáns. Minden gesztusa arról a szándékáról tanúskodik, hogy az Orbán Viktor hűbérbirtokát képező Echo TV-ben saját apját megtapossa. Ezzel a Kálmán Olga interjúval, amit ezzel a belgrádi vasút kapcsán adtál, ez olyan sok sebből vérzett, hogy az internetre való hivatkozás, hogy hát utána nézzel, hogy az interneten is el lehet olvasni, hogy tehát azért az internetet ne tekintsük már cáfolhatatlan és tévedhetetlen forrásnak a mai világban, tehát ezért ennél már legyen egy picit több eszünk, hogy olyan dolgokhoz, amikhez nem olyan borzasztóan értünk, és kívül esik a szűkebb értelemben vett szakterületünkön, azokkal kapcsolatban nem biztos, hogy fontos vagy hasznos, nagyon magabiztosan nyilatkozni. De ez csak egy személyes vélemény. Nagyon sok mindent mondott a fia, hogy valamivel, hogyha vitába száll. A közlekedés, pláne a nemzetközi közlekedés, az nagyon közel áll a külpolitikához, mondhatnám, hogy része is a külpolitikának. Miniszterként is tárgyaltam ilyen kérdésekről, és mindenképpen szorgalmaztam azt, hogy Magyarország és a, mondjuk az elszakított területeken levő híres nagyvárosok között minél könnyebb legyen a forgalom. Az én miniszteri működésem alatt legalább 15 határátkelő helyet nyitottunk meg, illetve régen bezártat nyitottunk meg újra, ezzel is elősegítve különösen a anyaországban és a szomszédországban levő magyarok viszonyát. Ha egy családi ebéden hangzik el mindez a leveses tányírok mellett, akkor is rohadt kellemetlen, de legalább a magánügy. De az, ahogy ez a nyomorult kis pöcs a tévében próbálja megalázni az ezerszer műveltebb, értelmesebb és kulturáltabb apját, az egyszerre jelzi a prolik mérhetetlen magabiztosságát és azt a kínai kulturális forradalom éveiből jól ismert archetipikus működést, amikor az agymosott ifjúgárdista feljelenti a saját szüleit, mert azok nem eléggé hűségesek a párthoz. Ez egy belpolitikai bohózat, amiben szerintem egy volt külügyminiszternek nem szabadna részt vennie. Tehát neked nem kellene a mai belpolitikai csatározásokban igazából egyik oldal mellé sem állni, de különösen az a mellé, az oldal mellé nem, amelyik mondjuk 3 évvel ezelőtt még rasszistának nevezett téged egy legjobb esetben is csak szerencsétlennek mondható tankönyvben szereplő kijelentés miatt, de még annak sem. Tehát itt a Stockholm-szindrómáról is beszélhetünk, vagy egyszer nem igazán értem, hogy miért fontos az, hogy olyan kérdésekben, amelyekhez sem nem nagyon értesz, és egyébként meg senki nem különösebben kíváncsi a véleménye, de nem azért, mert ne lehetne véleményetlen, hanem azért, mert teljesen fölösleges ilyen belpolitikai csatározásokban részt venni, ott kompromitálod magad olyan helyeken. Ez tényleg az emléktáblának a leverése a falról. Ha a metabeszéd mögött húzódó tényleges diskurzusra vagyunk kíváncsiak, játsszuk le a felvételt visszafelé, Krisztus nyelvén, arámiul. Valahol már kell offrálni, se úgy így kapszatlanom, ahogy angolod, mélyebbre ők, hát nem szalad, hogy a metletnek tenyegem, szó se jó febzoló, szalad, jó febzoló, nabóla, nál, hogy nyom, havzok, na vihere, sítőt, rejk, a széle szűnnek, a fiskem, a vuharájsz, ne lesz, mokta, zönne, az nád, az egy nénok, illbuf, mert a út, mi a sír a dolom, na, hogy nyomad, nyom. A kvírdi lenne, őt lehet, zé, jó, én danáig válakosárok, nok, reméljak, mit tudok, handa, vasz, mennak, a így, na, és nyugsza, edő. Gödrő ez a nabulom soros, ha jó siza, nem lesed oda, hígtűned gássa, giza, lór, Hulladó, ilyen láb, A négy-négye. Na, a súdó iszlenne, na, ott az rob. Egy kis kerigem, egy olyan nős átlag, ne fnyoságú, fikőkben egy elősi lejtős, igen, te hellemesz ezen, ahogy neves helyet, szekmülő, nőbb esenedni, mentken, a sénzére, ezt sájú febábort, mondom, mert a veszávét.